A járvány kezdete óta csak nem 300 ezer embert oltottak be a székesfehérvári kórházi oltóponton. Ezen a héten is folytatódnak az akciónapok, amikor előzetes időpontfoglalás nélkül vehető fel a vakcinák valamelyike. Az akció keretében többen már a harmadik vagy negyedik oltásukra érkeztek. Ez a negyedik oltásom volt, és vannak alapbetegségeim, és 69 éves vagyok, úgyhogy úgy éreztem, hogy erre szükségem van még. Legfőképp a nép egészsége érdekében, tehát ha magam miatt nem is aggódok úgy, akkor inkább a közösség miatt, családom miatt. Reiber Istvántól, a Szent György Kórház járványügyi főmunkatársától, oltáskoordinátorától megtudtuk, januárban minden akciós napon 3000 feletti volt az oltásra jelentkezők száma. Mivel az Omikron vírus variáns gyorsan terjed, felmerül a kérdés, hogy kell-e tesztelni az oltás felvétel előtt. Azt gondoljuk, hogy ha nyilván tünetmentes valaki, akkor nem kell tesztelni. Ha olyan környezetben volt, vagy olyanban van nap mint nap, ahol fertőződhet, akkor már felvető, és nincs tünete, még egyszer, nincs tünete, meg lehet bizonyosodni. Egy gyors teszt, egy antigén gyors teszt, az megvan pillanatokon belül is, megnyugtató választat. Reiber István hozzátette, ha negatív és tünetek nélküli az illető, akkor oltható. Ha bármilyen kis tünet van, akkor nem ajánlott a vakcina felvétele. Pénteken 19 óráig, szombaton 10 és 18 óra között várják a Kikindai utcai kórházi oltóponton az oltásra érkezőket.